September 28-án ünnepélyes keretek között adták át a Gyula és Békés Csaba határában megépült kiállító és egyben rendezvénycsarnokot. A megnyitó ünnepségen a Tisza-Kálmán közoktatási intézmény a kiállítók között helyet kapott, és elmondható, hogy nagy sikert aratott. A repülőtér szomszédságában helyet kapó épület része egy több mint 1200 négyzetméteres kiállítási csarnok, mely pénteken többek között megtelt különböző magyar és román vállalkozásokkal, akik bemutatták termékeiket. Erdős Norbert kormány megbízott beszédében elmondta, segíteni kell a vállalkozások együttműködését a határ mindkét oldalán, erre remek lehetőséget nyújt az AB Expo. A Békés megyei épület földszintjén egy 1291 négyzetméteres kiállítási csarnok és a hozzátartozó kiszolgáló egységek találhatók, míg az emeleten három iroda, egy 120 fő befogadására alkalmas tárgyaló és a kapcsolódó infrastruktúra szolgálja a nagy közönség és az üzletemberek igényeit. Az AB Expo-t működtető Békés megyei intézményfenntartó központ olyan programokat, szolgáltatásokat és rendezvényeket szándékozik az új csarnokban meghonosítani, amelyek a térség stratégiai célkitűzéseit és fejlesztési elképzeléseit szolgálva alkalmasak lesznek közös üzleti érdekek kialakítására, kielégítésére és ösztönzik a további gazdasági együttműködést is.